nagyra a nőté is van. Két év. Két év van. Az unőcsémet nem tud itt menni. Thank you.
Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Szervusztok! Szeretettel köszöntöm Bartalos és Bogyai rokonaimat. Szeretettel köszöntöm dr. Bartalos Mihály orvosprofesszor, családkutató társamat New Yorkból. Köszönöm önzetlen anyagi segítségét, melyet a találkozó sikeres megrendezéséhez adott. És most a feleségem Évi kér néhány szót. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném Miskának megköszönni önzetlen támogatását, és amit készítettem neki, remélem ugyanolyan szeretettel fogja fogadni, mint amilyen szeretettel én bököttem neki ezt a képet. Ez itt Emesre, a magyarok ősanyja, úgyhogy fogad tőlem szeretettel. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm dr. Bogyai Ferenc családkutató társamat, a Bogyai honlap megalakítóját. Szeretettel köszöntöm a felvidéki Csalóközi Nagymat községből érkezett Bartalos és Bogyai rokonaimat, méltóan képviselik családjaink tőzsgyökös származásának helyét. Köszönöm, hogy eljöttetek! Szeretettel köszöntöm Pető Zsolt barátomat, Cegléd Bercel jegyzőjét. Még egyszer, tessék, tapsoljátok meg! Még egyszer köszöntelek kedves mindnyájótokat. Köszönöm, hogy jelenlétetekkel megtiszteltétek találkozónkat. Üríteni fogom poharamat, ha odaérek a helyemre, ennek az illusztris társaság minden egyes tagjára. Egészségére, kedves egészségetek! Katalin, Bogyai Petres. Bogyai Petres Katalin, és Bogyai Béla pedig ugye hétfőn fogja ünnepelni a születésnapját, szeretnénk őt is köszönteni. Thank you.
helyettesítem Török József polgármester urat. Engedjék meg, hogy először felolvassam polgármester úr levelét. Tisztelt Bogyai és tisztelt Bartalos család! Igen, tisztelt Bogyai papa és dr. Bartalos Mihály! Igen nagy öröm számomra, hogy Ceglidbercelen köszönhetem a Bogyai és Bartalos család tagjait. Példaértékűnek tartom azt a hosszú éveken át tartó, országhatárokon átnyúló családfakutatást, melynek eredménye nem csak a két család tagjait kapcsolja össze, hanem mintát is közvetít mindannyiunk számára. A mai nap bizonyítja, hogy a család olyan alapérték, mely láthatatlan és elszakíthatatlan szálakkal köti össze a családtagokat, és olyan felelősség, amely élethosszig kíséri el a hozzátartozókat. Köszönöm a példamutatásukat, kívánom, hogy erőben és egészségben nagyon sokáig örülhessenek egymásnak, és a jövőben egyre többen üljék körül a családi asztalt. Tisztelettel, Török József polgármester! Kedves családtagok! Én, hogyha a családra gondolok, mindig a gyermekkorom jut eszembe, és gyermekkoromból is az a rész, amikor még a nagy család ülte körül az asztalt, ünnepek alkalmával, húsvétkor, karácsonykor, születésnapokkor. Nagyszülők, nagyszülők testvérei, szüleink testvérei, unokatestvérek, sokan ültünk egy asztalnál, bácsikák, nénikék, ángyikák, ahogy hívtuk annak idején. Aztán az idő telt múlt, az idősek szép lassan elmentek, mi fiatalok pedig egyre távolabb kerültünk egymástól, kiki messzi távolban végzi mindennapi munkáját, mindenki rohan kapkod, szoktuk mondani, hogy állandóan be vagyunk havazva, egyre kevesebb idő jut egymásra. És azt gondolom, hogy ez nagyon nagy gond. Nagyon hiányzik mindannyiunknak a családi kötődés, az, hogy családtagokkal közösen, közös események alkalmával egy asztalhoz ülhessünk, eszmét cserélhessünk egymással. Ezért is nagy ámulattal tekintettem Bogyai papára, amikor 2008-ban ide kerültem a településre, és megismerkedhettem vele, és azzal a kutató munkával, amit ő a Bogyai és Bartalos család kutatására fordított. Egy kicsit én is része lehettem ennek a történetnek, mert valamikor tavaly Abonyban, ahonnan én jöttem, ahol lakom, kutattuk a régi Bogyai birtokot, és találtunk is két olyan épületet, ami valamikor még a Bogyai család birtoka volt. Én azt gondolom, hogy a mai nap egy ünnep tényleg a két család életébe, hiszen végre nem e-mailek, telefonos beszélgetések, levelek kapcsolják össze a családtagokat, hanem kézfogás, ölelés, egymás szemébe nézés, és a régi közös emlékek újraidézése, illetve megismerése, közös megismerése. Én mindenféleképpen csak gratulálni tudok a mai nap szervezőinek, Bogyai papának és Misi bácsinak. Én nagy szeretettel köszöntöm a település nevébe önöket ma itt ezen a, nem is mondom, hogy rendezvényen, hanem családi, tényleg családi találkozón, és kívánom önöknek, hogy ahogyan polgármester úr is írta, ezt a napot követően egyre többször találkozzanak, és egyre több Bogyai és Bartalos ülje körül ezt az ünnepi asztalt. Köszönöm, hogy itt vannak. Úgy néznek rátok, mint barátokra. Mert higgyétek, én egyedül nőttem fel, egy Bartalos, egy Bogyai nem volt a környéken. Árva gyerek voltam, jó anyám, mostohanyám, az édesebb anyám, mint egy édesanyja, ő nevelt, főzött másoknak, latin nyelvet tanított, németet, franciát, krumplit ötetett, és nagyon nehéz körülmények között. Tehát ez a kommunizmus bejártak. Az apám meghalt, tiszt jólos volt, de nem volt gazdag ember, mert apámnak nem kérte el, azt mondta, hogy fért elkész beteget, pénzt a betegektől, azért, mert segítesnek, nem vagy igazi orvos. Neked segíteni kell, mert segíteni akarsz. És inkább elment állami alkalmazásba, hogy nekem a beketegtől pénzt termeszt, megalázónak vette. És hát nem voltunk gazdagok, szegény meghalt 45 éves korában egy tüdőbajban, amit egy tüdőszanatóriumban szerzett a Felvidéken, ahol az orvos gyakorlatit végezte. Oratai között találtam Bartalosokat, megmaradt neki néhány levél, és egy álmodozva néztem őket. Egy nagybágy, nagyácsi, ez is. Soknál oda volt, hogy nemes neve volt. Tehát annyit tudtam, hogy nemesek voltunk.
apámnak nem volt ide, és nem is mondta, kitörődött már 45-ben, akkor jöttek be az oroszok. Hát de nem egy családi barátán beszéltünk a származásról, hanem hogy mit esünk holnap. És hát szóval a családról azt tudtam, ami ott volt a papírban. Aztán megtudtam azt, hogy Szapról valok, és Szap akkor kicsült, hogy abban az évben, 45-ben nem csak apám halt meg, hanem a nagyapám is, és apámnak két testvére, Bálint bácsi és Árpád bácsi is. Sőt, az Árpád bácsira két fia felrobbant egy aknától, amit találtak valahol a mezőn, és elkezdtek játszani vele. Szóval maradt ott egyetlen egy unokatestvérem, a Dávid. És én voltam Borsod megyében a Miska. Hát szóval ennyit tudtam a Bartalosokról. És a nagy öröm volt számomra, amikor egyszer valaki említett, hogy volt egy patikus névvel, beszéltek a körúton Budapesten, és azt mondta, hogy az ő férje Bartalos. Tehát nem volt időm találkozni, nem tudtam találkozni vele. Jött az 56, kijutottam Magyarországra, kimenekültem, annék, hogy egyetlen egy Bartalossal is feltöttem volna benne a kapcsolatot. Tudtam a Dávidról Szlovákiában, akkor Szlovákiában sem lehetett menni a két háború lett. Mindenesetre kikerültem Amerikába, Németországba, aztán Amerikába, és aztán, mikor kis időm volt, amikor ha Bartalosról olvastam, az mindig félre raktam, de igazán hát foglalkozni a történettel 2000-ig nem volt időm. És akkor aztán fölfogadtam 4 férfit, 2 Szlovákiában, 2 Magyarországon, kutatni a Bartalos iratokat. Hát kisült, hogy egy óriási tömeg irat volt a Magyar Nemzeti Könyvtárban, amit egy bogyaiak raktak be oda 1902 körül, zalai bogyaiak, amiket ők őriztek hosszú időn keresztül, mert nekik bizonyítani kellett sok ízben a nemességüket. Ugyanis ők a Bartalosokból váltak ki. Bartalos nemesség kísérletet számon volt tartva 1450 évtől, 1450-től nagyjából. Akkor kellett családi nevet fölvenni. A legkorábbi korában, az Árpád korban csak első név volt. János, hát először is pogány nevek voltak. Az a Mog, az egy pogány név, ami állítólag az Vámbéri Ármén szerint magasztos nagyságot jelent. Nagy valakit. De az a név elég gyakori volt a névforgaló Magyarországon abban az időben. Hát kisült, hogy a Mog, az iratok azt bizonyították, hogy a családunk már 1200-1200 elején a mai Nagymar területén lakott, amit akkor Mognak hívtak, és egy domokos nevezetű, nyilván ennek a Mog úrnak a fia lehetett, aki vezette a családot. Akkor még nagy családok voltak, ahogy a család fő és a család asszony vezették. Általában a legtekintélyesebb és legidősebb egyén. És ők, mikor meghaltak, hogy ugyancsak a legidősebb egyének vették át a családvezetést. És amit a pénzt, amit a család összeszedett, ha valamelyik kivitésségbe szerzett földet, azt az övéké lett, és mindenki közösen örökölte. És a család döntött, hogy ki lesz a harcos, ki lesz a földművelő, ki mire a leghajlamosabb. És ez a szisztéma ment az 1200-as évek végéig. Még tudunk két vagy másik három ilyen törzsvezetőt, a nevet, amik némelyiknek pogány neve van. Itt a papíron, ha megnézik, azt hiszem, hogy fölírtam őket, igen, Duha és Losoba, ezek szintén a Mog nemzetségbeli vezetők voltak. Losoba után, 1260 óta nincs több ilyen, akkor szétosztották a földet egymás között, egész országban, minden nagy családban, és akkor egyének örököltek, és az egyén kitüntette magát valami harcba, és pénzt vagy földet kapott, csak az övé lett az ő családja, nem kellett megosztani az egész nagy családban. És hát ott kezdődöttek, azóta aztán mentek a privát harcok, de iratok, egyes iratok, ezek elárulják nekünk nagyon érdekes dolgot. 1260-ban, épp mielőtt felosztották a földet, az illető, aztán Losoba, igen, megkérte a királyt, hogy küldje ki egy határmegállapító vizsgálat, határvizsgálatnak hívták, határjárásnak hívták. És ott nem vannak írva Nagymárnak a határai. Hol kezdődött északon, mi a környező falu, miért hogy nyitták ezt a falunak a határ, hogy hívják a határvitégeket, ilyen van valami neveknek, dűlőknek a neve. Érdekel, 1260-ban. Én mikor Máda Nagymádon voltam látogatóban 2000-ben, akkor vagy egy kis könyveskét kiadtak, és megvettem, ott árulták a futballpályán, és összehasonlítom azokat a jeleket, a határneveket, hát kb. A fele ugyanaz volt 2000, mint 1260-ban.
ez mutatja, hogy Misra hihetetlen stabil volt a fejlődés, már az összes, úgy látszik, hogy az összes falu megvolt, amik most megvannak, ott is megvoltak. Környező faluk fel vannak sorolva. És legalább a fele megmaradt a Dűlők nevének. Ez egy érdekes módon mutatja, hogy valószínűleg lakosság, ez közöttetek, itt vannak, Nagymádról van itt egy küldemény, jó sokan jöttetek, nektek az őseitek, ti ott vagytok azon a földön 1000 éve. Mi egyesek nagyon sokan elkerültünk onnan, egyszerűen a Föld nem tudott támogatni minket. De az volt azok. Végig mentünk, a statisztikák mutatnak például, volt egy nemesi számlálás 1700 elején, amúgy föl vannak sorolva Bartolosok és a Bonyaiak. Ami történt közben az, hogy 1450 körül föl kellett minden családnak venni egy családi nevet. Azelőtt csak az volt, hogy János fia Pista, vagy Péter fia János. Aztán nem volt elég, ha visszamegyünk, úgy kezdődött, hogy a legelején 1200-ban csak keresztnevek voltak. Akkor 1200 végén bejött, hogy a Pista fia János, akkor jött 1450, akkor fel kellett venni családnevet is. A népesség szaborodott, a kereskedés kell, nagyobb volt, szóval meg kellett különböztetni jobban az embereket. 1450 körül volt egy Máté fia Bertalan, Nagymarán, és ő neki volt egy fia, akit úgy nevezett el, hogy Bartolos. Most egy lélek, a régi magyar nevek szótára szerint a nevünk említve van benne, ez a Bartalannak a neve. A Bertalan volt ugye az egyik tanítvány Jézusnak, apostol, és Magyarországon azt sokszor előrövidítik Bartra vagy Bartalra. És az os, az is és us, ezek a tulajdonjelzők, az astalos, kapus, ez a Bartalus és Bartalos és Bartalis, ez mind azt jelenti, hogy a Bartalos és Bartaloshoz tartozó. Tehát mi a Bertalannak a fiai vagyunk. Ő nevezett minket, egyik fiát elnevezte Bartalosnak, egy másik fiát pedig Bertalan finak. Ami végül a Bertalan fi és Bartalos ugyanazt jelenti. A Bertalan fi az kifejező név. Most ha tudjuk a Bartalosokból mi történt itt az eredmény, ugye mi aztán magzottunk, és szerencsére jó, az első 1720-ig megéltünk egész szépen. 1600-as években nagy veszteséget mutatnak az iratok, csomó árva gyereket, csomó elhagyott földet, szétrombolt falvakat, a török rombolás nyilván. 1720-ban kezdtek számunk nevelkedni. 1720 és 1750 között, amikor egy másik nemes összeírás volt, legalább négyszeresére ugrott a nagymári bartolosok száma. Óriási fejlődés. Nem lehetett, hogy a Föld azt a terület az embereket elfogadja. Nyilván akkor kezdtek el a bartolosok szétszáradni. A bonyaiak úgy voltak el, hogy 1500 elején a reformáció kezdődött, jöttek a luterék, és a magyar nemesek 90%-a fölvette a reformációt, vagy a kalvinizmus, vagy a luterán. Németet állatok főleg a luteranizmus, a többiek a kalvinizmus. Erre jött az ellenreformáció, aminek a magyarországi vezetője volt az Olá Gábor, egy császári helytartó és helyettes, és egy nagyon buzgó, de nagyon, nagyon intelligens ember volt. És neki úgy látszik, hogy az egyik Bartalos, és akkor jött a Mohácsi vész, és két vagy három Bartalos megpusztult. Kettő biztos, egyes hagyományok, családi hagyományok szerint hármat tudnak. De kettő bizonyos. Abból a kettőből az egyiknek a leszármazottjait maga védelme alá vette az Olá Gábor. És Olá Gábor adta nekik az hagyomány Bonyán. És ők lettek a bonyai Bartalosok. A többiek azok maradtak Nagymáron, és aztán elkezdődött a húzavonal. Olyan, hogy a falusi címerek is megjelentek, és benne volt, vagy a bonyai féle címer, vagy a Bartalos féle címer, és még van egy legalább három címer, az egyikben egy kivont kard, de tartó kar van, ami a könyököl, és akkor ne jön ki a kar. Akkor van egy másik, ahol az oroszlán megy Benjamin, ez a bonyai címer is meg lett talán. Akkor van egy másik címer, ami hirtelen legtöbbször használ Bartalos címe, abban egy kivont karddal álló vitéz áll kezébe. És a tetején egy másik vitéz, aki három rózsát tart a kezébe. Aminek egyes Bartalosok szerint az elmélete az, hogy a három fiú, akik meghaltak a Mohácsi vészben, azokat jelképezi a három rózsa. Lehetség, nem tudjuk pontosan, de ez mindesetre ezt mutatja a címet.
Na most Bartolomeus és a Bonyai között a igazi válásra csak 1700 közepén került sor. Az 1750-es nemességi összeállítás, ami a legtöbb Bonyai így, hogy Bartolomeus Bonyai, Bartolomeus Bonyai, és meg is mondja, hogy melyiknek a fia. Szóval amit elkezdett egy Bonyai János, hogy kezdte először a Bonyai nevet fölvenni, szerintem ezt Pista fogja mondani, hiszem ő kezdte el, az csak teljes egész év, csak 1700 közepén jött létre. Persze magán életben ugyanezek már Bonyaiként vannak emlélete, de ezt az okiratlanban a nevüket beírták, hogy Bonyai Bartos. Meg kellett bizonyítani, hogy a Föld kihez tartozott. Az ott nagyon fontos. A Földnek a bizonyítása nem volt központi hivatal. A király tartott hivatalokat, de az biztos, hogy az egyének, ha valaki beperült, neked kellett bizonyítani, hogy a te Földet. Nem tudod bizonyítani, akkor másiknak oda kellett adni. Erre egyébként egy példa előfordult 1392-ben, amikor Zsigmond király úgy határozta, hogy Nagymarot akarja magának. És felszólította a madri nemeseket, bizonyítsák, hogy az ő földjük. Hát igen, nagy szerencsénk az történt, hogy a madri nemesek kaptak egy hét vagy két hét szaladmány, és visszajöttek egy csomó irattal. Azt mondták, hogy húzzam közelebb, igen. És akkor jobban... Igen, sajnálom, igen. Egész közel igen. És hogy bizonyítsák, hogy ez a Föld az övéké. És a tárgyalás Visegrádon volt kitűzve, de van írva a könyv. Egyszerű könyvek is, több kép másolatot is csináltak, amely nyilván az utódok, az a Bonyaiknak szükség, vagy Bartolomeusoknak szükségük volt bizonyítani, hogy az ő területük. És abban van egy ilyen kitétel, hogy ők bizonyították az iratokkal, hogy a nagyapjuk, nagyapjának a nagyapjáig visszamenőleg övéké ez a Föld. Hát azt jelenti, hogy 5 generációról van szó, egy generáció kb. 30 év. Hát ha 1390-től visszaszámolunk 130 évet, hát ott vastagabb bevegyünk az 1200-as években. És valóban azt több iratokat is tanulmányoztak, és rengeteg irat van Nagymadból, hogy 1200-ban is említenek embereket. Csak nem tudjuk, hogy kinek a fia, mert akkor még azt nem jelölték meg. 1300 elejétől van ezt megjelölve. És hogy Pistának is, és megvan a másolat, vissza tudjuk vezetni a családunk sorát személyenként 1200 elejéig, 1300 elejéig, aztán vissza tudjuk, akkor már ugrunk, mert nem tudjuk 1200-ban, egy csomó néme van ott megjegyezve a Nagymadon, vagy Madon, csak úgy hívták akkor, vagy Mod, és, de nem tudjuk, kinek a fia. És akkor már nem voltak akkor már törzsvezetők, szóval még a törzsvezetők voltak 1200 végig, amelyik tudjuk, hogy a Losoba volt a legutolsó. Utána, hogy ki lett a következő Tiák talán, vagy a Tyáknak is hívnak, vagy Jáknak is neveznek, az lehet, hogy a neves családnak látszott, de az még kiszámítani, nem tudjuk kiszámítani. De a lényeg az, hogy családunkat vissza tudjuk vezetni egy vonalba, vissza az Árpádi vezetőjére és a helységre, Nagymad községre. Hogy honnan tudjuk például, hogy Nagymarra volt, egy duhát beperelték a szomszédok, hogy valami földet el akartak külön venni, ez nem az övé. Hát eljött egy olyan kivizsgálás, hogy legalább 60 ember jelent meg, és nem vannak írva, hogy kik voltak azok. Várkapitányoktól kezdve a Hant Pázán Csandlás Szentpéteri ágának egy csomó neves tagja, akik történelmi emberek. És bizonyítják, hogy a maga, aki alapította ezt a földet, ez a Hant Pázán családnak a tagja volt. Ki volt ez a Mog? Ez a Mog Nándor. Őről íratok 1185-től 1210-ig vannak. Tehát nyilván ezek a gyerekkorát bele kell számítani, amikor 1150 körül születhetett, gondolom. Ez a nádori méltóság, ez a király helyettese volt. Mindent csinálhatott a király helyett, intérkezhetett is, kellett neki a hadvezér, ő volt a fő hadvezére, amik fel a főadban, külügyminiszter, pénzügyminiszter, összes ilyen szakmákat, amit külön neveznék, azt mind ő csinálta. Nyilván ennek az embereket nagyon művelt valakinek kellett lenni, nem csak írást tudok, sőt, több döntése megmaradt írás, amiket ő nem tett. Legalább 40 írat megmaradt, ha ő aláírt más nevesekkel együtt. Szóval nevezetes ember volt, kimagasló ember, azért tudunk róla aránylag ennyit, mondani, 1200 évekről van szó. A negyedik keresztes hadjáratban részt vett, pápának írt egy levélből tudjuk meg, ahol ment a pápának egy küldöttjével, Sodefredóval, elmentek békét csinálni az egyik keresztes városba, mert a pápa másnakat királynak, mint akit az örvények akartak. És ők részt vett abban a diplomáciai munkában. De azt is mondjuk, hogy diplomata volt, és azt is tudjuk, hogy pápa személyesen ismerte levelébe úgy jelent rá néha, hogy drága fiunk Mótius. Mótius volt az angol neve, a latin neve a Mognak.
boldog, abban keresztelték a Mór, az egy pogány név volt. Majd mondta, hogy 10 percet van még. Jó. Inkább arról beszélek, mint a múltról, amit ezeket érdekel, mert gondolom, mert ezek teljesen újak, ezt nem találtak még meg sehol. Az összes iratok le vannak fordítva, az én tulajdonomban vannak, és bármikor tudom mindezt tudomásotokra hozni, és bizonyítani. És a fordítók nagy szakavatott emberek, a legjobb szakértők itt Magyarországon, akik készítették a fordítást. A lényeg az, hogy mi igen büszkék lehetünk, mert elsősorban is a családunk, mióta a magyar törvénykedés megy, azóta itt a számomat téve. Mert a Mók, ki volt ez a Mók? Ezt három kiváló magyar történész, a Karácsony, és a felírtam, amit nektek, hogy meg akarjátok nézni. Karácsony, Engel Pár, az egy korunkbeli valaki, és Wertner Mór. Mind azt következtették le, hogy ez a Mók, ez a Hont megyei Hontpázmány családnak származéka. És na most azt jelenti, hogy Hontpázmány családban, szóval ismerjétek, hogy emlékezhetek a történelemből, két német lovag volt, akik Szent István segítették a kapány elleni háború, a döntő háború volt a kereszténység bevezetésére Magyarországon. És ők állítólag német lovaggá avatták Szent Istvánt. És mikor Szent István győzött, és ezek megölték a kopány nagybátyja, bátyja volt Szent Istvánnak, mondom, milyen nehéz lehetett neki harcolni a nagybátyja ellen, és amit meglepett, az, hogy szegény nagybátyját négy darabra osztották, és minden negyedét valamelyik városkapóra akasztották, ez mind le van írva. Ebben a mi előrünk részt vettek, de persze, ez mese nem volt neki, fel kellett menni a kereszténységet, vagy elpusztították volna őket. És ők is, a vikingek voltak az utolsó, akiknek ez fel volt téve ez a válasz, hogy ezt csináltak, vagy különben eltűntek. Szóval hát, akármilyen nagybácsi vagy nem, nem tudom, hogy a fiatal, négybe vágást, szerintem egy kicsit soknak nézem, de hát lehet az ő szemükkel nézve, nem. De elriasztanék akarták, mert kijutani állítólag a többieknek, hogy hát ez a következmény. És az előnénk ott voltak a kereszténység kezdetétől kezdve, na most honnan jöttek ezek a hontpázmányok? Hát ott azt is erről is megtudtunk valamennyit, de nem az iratokból, hanem a Vagyai Pista véri ganopszomájából, meg a Vagyai Feri kromoszomájából, meg a Bartalos Ádám kromoszomájából, Miskolcán és az enyémből. Ez kisült, hogy mi nem keletről jöttünk, nem vagyunk a pogány magyaroknak száll, nem vagyunk kunok, nem vagyunk besenyek. Mi nyugatról jöttünk, az a népség, amelyik a kromagnoni kultúrát, az első kultúrát a világon, legalábbis Európában alapította. Azoknak a kromoszomák pontosan egyezik, rokon kromoszomákat, a géneket találunk Svájcban, főleg Írországban, Skóciában, Franciaországban. Mert ott vannak ezek a leszármazottak, az legelső kultúra leszármazottai. És hát nyilván a Hont és Pázmány, akik előrünknek mutatkoznak ki, tudjuk, hogy német lovagokként van a történelme elkönyvelve. Tehát mindez egybevág abba, hogy mi körünk körülbelül 30 ezer évvel került előtezülhetünk a Kárpát-medencébe, vagy a Nyugat-Európába. És az utunk Afrikába vezetett kelet felé, Himalájától nyugatra, és a gének szerint ott két várt a csapat, egyrészt ment keletre, és azokból lettek a kínaiak, mi előnénk jöttek nyugatra, kelet-nyugat felé, ahogy a jégkorszaknak a határa volt, azok telepedtek le Franciaországba és Észak-Spanyolországba, és ott alapították meg a kromagnoni kultúrát. Tehát az az álmunk, mi tényleg európaiak vagyunk, nem tagadhatjuk le olyannyira, hogy ezt mi kimutatjuk, a géneink kimutatják ezt, a papíri adatok meg kimutatják ezt, és ez igazán nem, szerintem nagyon felemelő dolog, hogy ezt sikerült kitalálni. Én nekem, amikor gyerek voltam, és egyedül éreztem magam, mert senki nem volt egy rokonat, és ez indított, hogy megtudjam. Az a néhány cím, a néhány papír, ami otthon volt, ami apám származását tudta, hogy nemes volt, ez annyiban segített, hogy utat mutatott nekem, és akkoriban meg kellett bevezetni, bizonyítani, apám tiszti orvos volt, négy generációra be kellett bizonyítani, hogy nincs zsidó a családban. És azért kellett nekik ezt a iratokat megszerezni. És ez nekem igen jó jött, hogy mai napig is őrzöm őket, mert avval kezdődött az egész kutatás.
Igen, nagy örömömre szolgál, hogy itt a Madron, Nagy Madron, itt egy kutatás, mint kedves barátok, ki már egy ízben találkoztunk velünk, amikor Madron voltunk. És hát persze, hogy Botyai Pista, aki a Botyai családról nyomozta le, és akkor az aratainkat összehoztuk, és kiegyeztettük, és egymást kiegészítük az aratainkat. Köszönöm szépen! Következő előadónk pedig az édesapám lesz, Bogyai István, úgyhogy gyere, papa, és mesélj. Nagy Madról Németh Dezső és Németh Mária írtak szívhez szóló üdvözletet abból az alkalomból, hogy mi itt augusztus 25-én Bartalos Bogyai találkozót tartunk. Szívből jövő jó kívánságait fejezi ki mindannyiótoknak ebből az alkalomból. Megpróbálom a Bogyai család történetét nagyon-nagyon röviden összefoglalni abból a nézőszemszögből, hogy ti itt, akik ültök, hogy kapcsolódtok bele a Bogyai familiába. Nem nagyon értettem, amit Miska előttem itt elmondott, mert sajnos én is süket vagyok mind a két fülemre. Nagyot halló készülékkel próbálom az életemet élni, de azért tudom, mert megbeszéltük a dolgokat. Az a lényeg, hogy volt egy Bogyai Bartalos Gergely, aki annak idején feleségül vette a vízkeleti Máriát, akitől kérlek szépen egy csomó gyereke származott le. Első feleségétől 5 gyerek származott, akiket Bartalosnak hívtak, és a második feleségétől 1 lánygyereke és több fiúgyermeke származott, akiktől tik itt mindannyian velem együtt, akik bogyaiak, vérbeli bogyaiak vagytok, leszármazottak lévén ezektől az ősöktől. Egy-két gondolatot mondanék a Bogyai névnek a létrejöttéről, kialakulásáról. Gondolom, te is mondtál egy-két gondolatot, Miska. A lényeg az, hogy volt egy Bartalos János, aki már eldöntötte azt, hogy valamit változtatni kell a Bartalos néven, mert annyian voltak, hogy egyszerűen képtelenek voltak egymást megkülönböztetni. Vannak olyan régi oklevelek, ahol a Bartalosok között Jánosból egy csomó van egymás után felsorolva, de az Isten legyen, aki meg tudja különböztetni, hogy a 6 vagy 7 Bartalos János közül melyikre is gondoltak annak idején. Tehát egyszerűen fogta magát, és a Komárom megyei Bogyai községbe, ahol élt, fogta magát, hozzátett a Bogya községhöz egy I betűt, és így alakult ki a Bogyai név, amit a kezdettől fogva írnak Y-nal, és írnak I betűvel. És ebből kifolyólag van a mai napig is egy csomó probléma, mert a családkutatásom kapcsán találkoztam olyan íbetűs bogyaiakkal, akik egyszerűen kikérték maguknak azt, hogy mi nem vagyunk rokonok, mert mi íbetűvel írjuk a nevünket, ti meg Y-nal. Nem igaz. Nem igaz, mert a kezdetétől fogva, aki a vérrokonságba benne van, és itt ti bogyaiak mindannyian ebbe a vérrokoni ágba vagytok benne, azok mind egymással rokoni kapcsolatban vannak. A Bogya községet időközben valamikor régen hívták Bogyának, Várbogyának, Nemesbogyának. Nagy Mad községet hívták Madnak, Kismadnak, Nagy Madnak. Na most egy dologra szeretném a szíves figyelmeteket felhívni. Nem Mád. Nem Nagy Mád, hanem Mad, Nagy Mad. Tudnilik, Mádközség Tokaj után van a hegy alján, amihöz nekünk, bogyaiaknak semmi közünk nincsen. Hanem ehhez a csalóközi
ma Nagymad községhöz van közünk, tudniillik az őseink, azok mind ebből a községből származnak. Az az ős, aki valamikor, kapaszkodjatok meg, nem keletről, nem a lovas magyarokkal jött be, hanem nyugatról jött be, az az ős Mad községbe, amit annak idején Módnak is hívtak, telepedett le, és innen származunk mi, bogyaiak. Na most két dolgot nagy hirtelen, a nagymadi és várbogyai előnévről. Tisztelettel mondom nektek, valamikor ez nem nemesi előnév volt, hanem hova tartozást fejezett ki. Azt mondták, hogy Bogyai Jánosnak a fia Péter. És az nem azt jelentette, hogy a vezeték neve a Bogyai Jánosnak a Bogyai, hanem Bogya községből lakó Bogyai Jánosnak a fia a Péter. És ezt régen összetévesztették, és azt hitték, hogy őt is Bogyai vezetéknevűnek hívták. Nem. Később alakultak ki a vezetéknevek, és lett belőle aztán ugye Bogyai vezetéknév, és volt olyan is, akit Nagymadi vezetéknek jelöltek. Valamikor, valaha, nem tudom pontosan, nem találkoztam vele, a belügyminisztérium kezdte alkalmazni a dolgot úgy, hogy azt mondta, hogy nemesi előnevet is adtak, és így alakult ki, hogy nemesi előnévvel lettek titulálva, volt akit várbogyainak, volt akit nagymadinak, volt akit nagymadi várbogyainak, várbogyai nagymadinak hívtak. Tehát így alakult ki, és lett belőle úgynevezett nemesi előnév is. Vallásukról két gondolatot. Eredeti, ősi, római katolikus vallású a Bogyai család. A későbbiek folyamán, ugye 1517-ben indult be a reformáció, akkor jött létre Magyarországon két új vallás, a református és az evangélikus vallás. Bogyaiak közül is voltak, akik áttértek erre a vallásra, és itt ül közöttünk Bogyai Évi, akinek a családjába három evangélikus bogyai pap is volt annak idején. Mondanék még olyat is, hogy valamikor nekem valaki azt mondta az országos levéltárban, hogy tudom-e azt, hogy zsidók is voltak a családban. Nem csinálok ügyet belőle, mert a zsidók között is vannak becsületesek, mint ahogy a katolikusok, meg a reformátusok, meg az egyebek között is vannak, akik gaz emberek. Tehát nem az a lényeg. Tiszteljük, szeressük egymást, tiszteljük egymás vallását, és akkor minden oké, meg van oldva. Na, kezdjük el a Bogyai Bartalos Gergelynek és a Vízkeleti Zsuzsannának a gyerekeit, akik a ti őseitek voltak, és ki fogok majd térni rá, hogy itt egy néhányan, akik ültök, melyik ettől a bogyai őstől származtok le a mai napig. Az első fiúgyermek az öt Bartalos gyerek után, ugye, mert azt említettem, hogy az első feleségétől az első öt gyereket Bartalosnak hívták. Az első fiúgyerek, aki Győri Hadnagy volt, 1660 körül született, és 1684-ben halt meg. Sok mindent nem tudunk róla, annyit tudok a kutatások kapcsán, hogy tőle leszármazottak nem jöttek létre. A következő fiúgyerek volt a Bogyai György, aki elnézést kérek, de én is úgy emlékszem, mert akit sokan úgy mondanak, hogy Sümeli várkapitány volt. De nem ez a lényege a Bogyai Györgynek, nem a Sümeli várkapitánysága adta meg neki azt a nagyságát, ami később nála kialakult. Tehát a Bogyai György 1666-ban született, és 1717-ben halt meg, Szapi, Nagymadi várbogyai és egyéb csalók közé
birtokoknak volt a tulajdonosa. Annyit hagy mondtam el, hogy a kalocsai érseknek a titkára volt az ő nagybátyja, a vízkeleti Zsuzsannának a bátyja, a vízkeleti Ferenc. Ő mellette tanulgatott a Bogyai Győr nagyon sok minden, ő mellette úgy mondjuk, hogy most nálunk Magyarországon tupálódott ki, lett belőle valaki, és ennek dacára, hogy hírnévre a király mellett is kiállt, a királyi hadjáratainkban részt vett, ennek dacára meghívásra, a 1680-as években meghívásra áttelepedett Sümeg városába, Zala-megyébe, és ott hagyta a Csalóközt. És Sümeg városában a Veszprémi püspök birtokainak a provizora, úgynevezett udvarmestere, udvarbírája lett. Mi az, hogy udvarmester, udvarbírája? Hatalmas birtokokkal rendelkezett a Veszprémi püspökség Sümegen és környékén, ezeknek a gazdasági ügyei ától szerti mindent a Bogyai György intézet irányított. Tehát így került rá a Sümegre. 1688. július 22-én nőül veszi Szegedi Máriát, Mezőszegedi Ferenc és Angyal Juditnak a leányát, a néhai Csernerhárdi Cserner Györgynek az özvegyét. És kezével megszerzi ennek Pati, saját, Csernerhárdi nagygörbői kamocsai és egyéb birtokai is. Szegedi Mária magával hozza az első házasságából származó két leánygyermekét, Máriát, a későbbi Szegedi Ferencnét, valamint Cserner Katalin, a későbbi Hegedesi Istvánnét. Bogyai György 1697. március 5-én nemesi bizonyítvány csaprendekre, dalhalátra, puszta és újgörögre, kiszerve sármelyére királyi adományt kap. Na álljunk meg egy pillanatra. Ugye megmaradt nálatok az, hogy hova kapott királyi adományt, melyik községekben, városokban. Ez a királyi adomány, ez valami csodálatos dolog volt abban az időben. Ezzel a királyi adományjal Bogyai György 10 000 több 10 000 holnyi birtok tulajdonosává vált. A vágóhíd, a hússzék tartása, pálinka főzés, malomüzemeltetés, hamuzsírfőzés, erdő birtokosság, erdőgazdálkodás, amiben beletartozott az erdőnek az irtása, fakitermelés, a makkoltatás, a vadászat, tehát úgynevezett ezek a királyi jogok voltak, amik a több tízezer holdnyi birtok mellett óriási évi hozománnyal, vagyonnak a gyarapodásával jártak. Tehát lényegileg a Bogyai György egy olyan hatalmas birtoknak a tulajdonosává vált abban az időben, ami az akkori Magyarországnak a területén ritkaságszámba ment. 1697-ben Zala vármegye alispánja lesz, 1707-ben kinevezik Sümeg várának a kapitányává, amit pár évig csinál csak, ott is jeleskedett, ott is tett egy-két dolgot. 10 percen van, köszönöm. De nem ez a lényege a dolognak. Az a lényeg, hogy ezeket a hatalmas birtokokat, amik az ő tulajdonában voltak, tehát már Magyarországon is, és a Csalóközben is, ezeket a hatalmas birtokokat az ő leszármazottjai egészen 1945-ig örökölték, használták, tulajdonukba került. Egy példát mondok, 130 évvel később,
egy várbogyai Bogyai Istvánnak a tulajdonába ebből a Bogyai Győrtől leszármazó örökségből 12 ezer hold birtoknak a tulajdonosa volt. Bogyai Máriának a nagyapjáról beszélek, illetve bocsánat, a dédapjáról, aki ezt a 12 ezer holdat bírta, és akkor nem beszélek arról, hogy a többi bogyai leszármazottnak is jutott még valami, volt mit a tejbe aprítani, hasonló 10 ezer körüli birtokok. Bogyai Györgynek a házasságából két fiú gyermeke származott, az egyik volt a Bogyai József, felesége Puszta Szent Mihályi Csúzi-Csúzi Krisztina volt, régi híres Árpádok korából származó nemesi család volt a Csúzi család, a másik fia az pedig a Bogyai László volt, aki a sajtoskáli birtokokat örökölte meg, a Bogyai József meg a Zala vármegyei birtokokat. Tehát lényegileg Bogyai György volt az, aki először létrehozta, megalapította a Bogyai család legnagyobb magyarországi ágát, nemes nemzetséget, mely több ágra szétszakadva, szakadatlanul jön le egészen a napjainkig. 1708 körül átköltözött a sajtoskáli birtokára, feleségével együtt, később ott halt meg Sajtoskálon ő is, a felesége is, az akkori római katolikus templomnak a kriptájába temették el őket, ami templomot később lebontották, és hogy mi lett az ő tetemeikkel, nem tudni. Egyébként én beszéltem Sajtoskálon polgármesterrel, pappal, senki se tudja azt, hogy létezett valamikor egy Bogyai György, aki ott halt meg. Kérem tisztelettel, ennek az ágnak a leszármazottai, akik itt ültök, idősebb Bogyai Ferenc Pécsről, ifjabb Bogyai Ferenc Miskolcról, Bogyai Letícia, sajnos Letícia nincs itt, ő is Pécsen lakik, Bogyai Elemér Kanadából, és az én fiam, meg én is, a fiam, aki Budapesten lakik, ő is ebből az ágból származik. A Bogyai József és a Bogyai László lezártuk, akitől elmondtam azt, hogy most itt ülök közül, itt vagyok, akik leszármaznak. A következő volt a Bogyai István, a következő Bartalos Gergely gyerek, aki nagyban született 1668-ban, Szabomárja volt a felesége neki, olyan vármegyőben 1726. október 6-án nemesi bizonyítványba egy fia született, aki szintén István volt, és ennek a Istvánnak a leszármazottai közül is ugye tovább származtak be a bogyaiak. Őtőle a Bogyai Istvánról származnak Bogyai János és gyermeke Tamás és Hajnal, Babás Almásról, valamint Bogyai Éva, aki Nasvájcban él, őneki van a három evangélikus pap őse, és a Bogyai Alfréd, elnézést, de azt is elmondom, Alfrédnak a nővére is, meg a húga is Darmadról. A következő fiúgyerek Bogyai Miklós, 1682-ben Darmadon született, felesége Garáspolpáti Garás Erzsébet volt, gyermekük volt Bogyai János, kinek a felesége Farkas Katalin. Bogyai Miklós 1682-ben Nagybadon született, áttelepedett a fia, a János 1723-ban a Pozsony vármegyei Nagybadról és Nagypadányból Tolna vármegyei Szekszárdra és Kégre. Szerzett magának Szekszárdon egy jobbágytelget, ami abban az időben 36 holdat felelt meg, és a nemesi jogból annak ellenére, hogy 1625-ben Pozsony vármegyei nemesi összeírásban nemesként szerepelt, egyszerűen kicsökkent, mert nem kérte a nemességének az elismerését. Egy-két gondolat. Abban az időben az volt a törvényes,
ha valaki mondjuk például Zalvár megyére nemesi jogot kapott, Zalaegerszegre nemesi jogot kapott, és onnan áttelepült mondjuk Pest-Pilis-Sor Kiskunvár megyébe, de nem kérte a nemességének az elismerését és kihirdetését, egyszerűen nem élhetett a nemesi jogokkal, kicsöppent belőle. No, így járt ez a hét Bogyai Jánosunk is, hogy egyszerűen kicsöppent a nemesi dolgokból, de nem kérte a nemességének az előírását. Későbbi leszármazottai kérték a nemességének az elismerését. Nálam van egy ilyen kötetnyi papír, amivel a nemesi bizottság 19 éven keresztül foglalkozott azzal, hogy a gyerekek visszakapják a nemességüket, és 19 év múlva kapták meg visszamerően a nemességük elismerését. Ez a Bogyai János alapította meg többek között a Tolna vármegyei és bizonyos értelemben a Baranya vármegyei ágat is, és ide tartoznak a többiek között, az itt ülők között Bogyai Béla barátok, aki hónap után ünnepli a születésnapját, két gyermeke Béla László és Ida Mária, valamint Bogyai László Szászváról. Következő fiúgyerek volt a Barkalos Imre, aki lényegében Bogyai Barkalos volt, de későbbiek során a família, akiknek a leszármazottai ma is élnek, elhagyták a Bogyai nevet, és csak Barkalosként élnek a mai napig. Ide tartozik a Barkalos Ádám Miskolcon, sajnos nem jött el, valamint a Dobos Kornélia Budapestről. A következő és a legkisebb fiúgyerek volt Bogyai Ferenc, akinek három gyermeke volt. Sok mindent nem tudunk róluk. Nem, azért nem tudott róla sok mindent, mert nem volt már időm vele foglalkozni, hogy kiderítsem. De ide tartozott például a nagymati, de főleg a Bogyai Alfréd, nagyon jól ismerte a Bogyai Józsi bácsi, aki ide tartozott ennek a Bogyai Ferencnek a leszármazottai közé. Lényegileg elmondtam a Bogyai családnak a mai napig történő leszármazását, és annyit fűznék még hozzá, hogy rengeteg minden mást tudtam volna még elmondani róluk, de ugye kénytelen az ember ilyen rövid dolgok közé szorítkozni. Azt akartam elérni, ha sikerült, majd eldöntitek magatoknak, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy ti honnan származtok, és honnan kerültetek lényegileg ide a napjainkban. A következő lenne a Bogyai család címereivel foglalkozni, és egy néhány gondolatot mondani róla. Én három Bogyai címet ismerek. Az egyik Bogyai címmel, ezt azért vallom hivatalosan, ezt édesanyám készítette a 30-as években az Országos Levéltár címerfestőjével, ahol akkor még megvoltak a címeres levelek, aminek az alapján készült el ez a Bogyai címmel. Kérem a következőt, valószunk egyet. A következő Bogyai címmel a jobbra fordult, félholdat mutató emberarcot formáló félhold. Nem tudom. Próbáltam a pozsonyi levéltárból érdeklődni, hogy tudnak-e segíteni nekem ebbe a címerbe. Sajnos nincsen semmi náluk. Több mint valószínű, hogy a csalók közben nagyobb községben élő bogyaiak közül kapta valaki ezt a címet, hogy baj, miért van ez az ember a cukérhoz, mert csak annyiba tér a következő előző címertől, hogy fönt a daru.
A daru helyett van a félholdat fordáló ember arcú fölt a címeren. A harmadik Bogyai címer, ami a Várbogyai Bogyai Antonnak, Rozsos Jánosnének volt a címere, annyira tér el az eredeti Bogyai címertől, hogy a daru megmaradt fönn, de levitte a címer mezőbe, tehát két daluban annyira tér el, őneki hivatalosan ez volt a címere. Ennyit szerettem volna a családtárkat is megmutatni, de nem jött össze, pedig úgy értem, hogy tisztességes módon betettük a számítógépbe, de akárki meg akar győződni róla, a Bogyai honlapon meg lehet találni. Köszönöm szépen a türelmeteket, ennyit szerettem volna a Bogyai család történetekben. Kedves férjem, akinek remélem, hogy előkészült, nem tudok oda figyelni. Először is köszönöm a megtisztás és a jó szervezést Különis Mikolátának. Szeretnék az István Vilmos Áron, Szignács fia Vajos és fia Istvánról a családi képeken keresztül elbeszélgetni veletek. Elhoztam egy pár családi fotót, és szeretném bemutatni őket. Első kép, édesanyám, édesapám, a Bogyai család története az ahol is fogja, hogy milyen más családokkal egyesültek. Úgyhogy engedjétek meg, hogy őket is megemlítsen, mármint édesanyámat. Kezdjük édesanyámmal, aki a Laki, mint nemzetség, nemesség kapja, szintén egy ősi magyar család, mint ahogy látjátok a címeren. Szeretném megemlíteni, hogy nagypapám, Laki Endre, egy különleges ember volt, többek között Bihar megyei főispán volt, költő, zeneszerző, és sajtó államtitkár volt kormány alatt. Magyarországi német leszálláskor, amikor Horthy már nem volt cselekvőképes, egy proklamációt olvasott fel a rádióban a megszállás ellen. Ezért integrálták, és sikerült kijutni Olaszországban. Mária államtitkár volt Horthy alatt. Igen, itt emlékeztetek a férjem, hogy a Horthy alatt államtitkár volt. Ezért sikerült kijutni a sírjához nekem, tehát Rómába, ott van eltemetve. Még itt megemlítem, hogy a fia, itt a nagybátyám, ugye, Laci Károly, ami a magyari ágat illeti, szeretném megkérdezni édesapám anyai ágán, azaz a dédszülelt szüleimmel. Ez a nemes ember, amit a képen látnak, a déd nagyapám, Pálo Vajszkon volt. Nem, déd nagyapám. Déd nagyapám. A déd nagyapám. A felesége déd nagyanyám született Bertolt Trófnő. Nagymamám, Vanda Vajszkon Borstenstein, itt látok két képet róla, egymás után. A Weiss-Korstenstein által nincs kapcsolatom sajnos, csak Amerikában volt kapcsolatunk a Hani bácsiról, teljes neve Hannibal Reisfreiherr von Schmerzen. Úgy tét nagymamám, mint Vanda nagymamám, a Bécsi udvar csillagkeresztes rend tagjai volt, mind a ketten tagjai voltak. Nagyapám, és most vagyok a Bogyai Arthurnál, nekem mindig azt mondták, hogy egy különleges ember volt. Ezen a képen például maga mutatja be lovait. 21-es volt. A másik képen pilóta. Én úgy hallottam, hogy a legelső
közötti repülője volt, legelső közötti repülője volt. Azon kívül Ferenc József király kamerása volt, mint ahogy ezen az út levelen látjátok. Édesapám a Máltai Lova rendtagja volt. Ez a kép Kanadában készült. Mint ez a következő is öcsémről, Bandiról, a családfa előtt. Persze most már felnőtt ember. Öcsém és én vagyunk a még élő, legidősebb bogyaiak erről a fáról. A keresztesekhez és a lovagokhoz húz a család, úgyhogy én Jeruzsálemben házasodtam Zoltánnal, Zoltán férjem, ugye? A közgazdasági többek között, inkább felállom lehet-e, Szentpéterváron. Házasodtunk a Jeruzsálemi templomban, ahol egy magyar oltár is van. Három gyerekünk van, itt van egy kép, a 60. születésnapomról, balról jobbra van a nagyanyámnak, Melanie lányom és Alexander fiam. Köztünk egy bajó barátunk, vagyis egy híres család, esetleg valóban veti már a Michael egymásról cipőkről, ő a család egyik tagja. A következő generáció az unokáim. Itt a Melanie gyerekeim, Megan, Lars és Zoe, szóval két lányú fiú, akik Hollandiában élnek. Ez az Alexander fiunk, feleségével, Steffivel és az ikrekkel, és Lucia és a nekünk és a férjekvér új házasok, és itt is már útban van a unoka. Egy fiunk. Köszönöm a figyelmeket, figyelmüket is. Jó. Engedjétek meg, hogy viseljem ezt a szallagot, ami 1951-re tér vissza, amit állandóan hordok még angol előadásomon is. Ezen a következő szövegben becsületes helytállással, tiszta szívvel, vidám kedvel, légy az igazság harcosa. Édesanyám. Ehhez még édesanyám hozzátett egy mondatot, amikor nekem el kellett adni a hazát. Azt mondta, ne felejtsd, magyar vagy és bogyaj. Röviden csak szeretném a bogyai családot, aki most Pataton volt. Bogyai Zsigmond 20 százados volt, és mikor a 1820-as években bevonult a Sárospatakra, akkor a Sárospatakban az egyik legszebb ház volt, később lett a Boroscsán étterem, közel a várhoz. Egy lány elkezdett integetni neki, és ő visszaintett. És a kollégája azt mondja, hogy soha nem mondhat, hogy te ismersz valamit Sárospatakon. Hát azt mondja, az a feleségem. Ebben a helyzetben még nem ismertem. De 6 hónap után elvette feleségül, és mind a ketten a Sárospataki temetőben vannak, egy nagy sírba elhelyezve, Balogh Szerint és Bogyai Zsigmond. A Bogyai Zsigmond sírja mellett volt egy 48-as emlékmű. Nagyon rossz állapotban, és mikor anyámmal lementem az 50-es évek elején, akkor anyám föl volt háborodva, hogy hogy lehet egy ilyen 48-as emlékművel elhanyagolni. Én sírtam illetékes helyekre, azok továbbították Sárospatakra,
és ők nagyon ügyesen megoldották a problémát, fölrobbantották, és nincs az az első. Úgyhogy talán a Robertommal nem írunk, akkor még talán megvan a is. Zsigmondnak volt 5 gyermeke, a legfiatalabb volt az én édes apám, aki Magyarország leghíresebb baromfi tenyésztője volt, olyannyira híres, hogy egyszer Londonból kapott egy kártyát, a Luda királya Magyarország, és kikézbesítették. Amikor az apám mindig egyszerre küldte a tenyészállatokat, Sáros Tavaton szinte egy nagy élmény volt, ilyen nagy gyékény kosarakban voltak a hatalmas emberi libák, és ugye 2-3 kocsival hoztuk be, és az mindig egy nagy élmény volt, és 100 aranyérmet szerzett a világon mindenütt édesapám, amit átadtam a Vajdahunyad várában lévő múzeumnak, ahol eddig volt egy teljes szobája, most levették félre, de amit nem használnak, azt nem adták vissza, mert azt mondták, hogy ez most már a múzeum tulajdona. Bár én azt mondtam, hogy ezt én kiállításra adtam, de sajnos. Hadd mondjak el egy kis történetet. A bevagonyozásnál a Weiss úr, akit apám nagyon szeretett, ott lett a fűszer, stb. Oda ment apámhoz, és azt mondja, én szeretnék egy ilyen libát venni. És apám ott azt mondja, nézze, ez nagyon drága, és én se eszem ezt, hanem a kisebb libát veszek. Tehát az én pénzem nem olyan jó, mint a külföldieké. Apám mondta, jó, van, jöjjön ki, és adott egyet. Hát kiválasztott a legnagyobb Dunát, apám megfogadta, és hát ugye törzsgővezet volt mindenütt, és mondta apám azt mondja, ez egy 11 éves Dunát, ezt nem fogja tudni meg, de ezt én. Ugye minden héten, amikor apám ment vásárolni, borzasztóan boldog volt, hogy már ennyi kiló, már ennyi kiló, már ennyi kiló. Úgyhogy karácsony után aztán, amikor újra bement, azt mondja, Bogyai úr, nem tetszett csuklani? Azt mondja, nem, karácsonykor. Miért? Hát azt mondja, szittuk magát borzasztóan, mert egy falatot nem tudtunk menni a libába, bár volt 6 kiló libazsíró. Úgyhogy apám közszeretetben örvendett, annyira emberségessége, annyira nyilvánvaló volt, hogy mikor a zsidókat bevagonyozták, és teljes napig ott volt a vagon, akkor apám megküldött egy szegélyebb görögvényét, hogy beadják, és egy kis nyilas mondta, mosott meg, aki csinálta, a lánya még mindig él Sárospatakon, hogyha még egyszer ezt csinálja, akkor reggel többet küldjön, mert őt is beveszünk közé. Hát anyámról is akkor már pár szót hadd mondjak, ő úgy ment édesapámhoz, hogy sokkal fiatalabb volt, hogy ő doktorálni akar, és ez volt a kikötés, és hát le is doktorált. 5 éve vette át a vas diplomát egyedül, mert senki már az évfolyamból nem élt. És hát ő is nehéz helyzeteken ötülnek kereste a kenyeret. Először a írjuk tanszéken volt, mint tanársegéd, és hát ott látta, hogy nem a legszebben néznek rá, és ment a professzor úrhoz, hogy én azt hiszem, hogy jobb lesz, ha innen elmegyek. Hát miért menne? Hát én vagyok a professzor, és maga addig marad, amíg én itt vagyok. Anyám mondta, hogy azt nem tudom, hogy maga meddig lesz itt. Hát ő elment főelődönt a anyám a pénzügyminisztériumban, a professzor kirúgták, abban be volt írva a munkakönyvébe, hogy csak fizikai melóra alkalmas. A pénzügyminisztériumban is nagyon szerették, és ott volt egy fiatal, akit be kellett neki tanítani, szerzőeltárs, és hát persze járt a párt
gyűlésekre, és ott valaki felszólalt, hogy hát hogy lehet egy földbirtokos felesége itt, és naponta jár templomba, és a szerveltárs jött fel, azt mondja, már néhány borzasztó dolgokat hallott magáról, hogy maga földbirtokos, igen. És hogy maga minden nap jár templomba, igen. Azt mondja, csináljunk egy egyességet. Ha megígéri, hogy mától fogva nem megy templomba, akkor én garantálom, hogy magának nem lesz baja. És anyám azt mondja, hogy ilyet nem tudok megígérni, amit nem tudok betartani. És pár hónap múlva a szerelőeltárs nagyon beteg lett, és anyám bement meglátogatni, és a szerelőeltárs megfogta a kezét, és kérte anyámat, hogy imádkozzon érte. Azt mondja, nem. Ember elmondta mindent, amikor az emberek hiába nem hisznek Istenbe, de az utolsó órában mindig ráébrednek. Anyám aztán főkönyvelő volt, és 1986-ig az Ibusznál volt idegenvezető. És azt is nagyon élveztem, mert örült a Magyarországot a külföldieknek angolul, franciául, németül bemutatni, különben a kedves elemérnek az édesanyjával közösen dolgoztak sokáig. És volt egy pár epizód, amit a hadelődítsek meg egyet, a országházban volt, és német csoportot vezetett, és valamit mutatott, hogy sajnos ez már nem létezik, a törökök lerombolták. És akkor egy német azt mondja, hát akkor maguknak is sok bajuk van a törökökkel? Azt mondja, igen, volt, de mi nyerjük túl be őket? Úgyhogy kifejezte azt, hogy hát ők saját maguknak csinálták a bajokat. Most még meg kell említeni a húgomat, nővéremet, bocsánat, akit nem vettek föl az egyetemre, röntgen asszisztensnél volt sokáig, míg az egyik professzor velem vette a pszichológia karra, amit Szulláne Kárdát végezte el, és emellett ő fogyatékos gyerekekkel foglalkozott, lánykonokra van egy kis nyaralója, ahol vitte ki a fogyatékos gyerekeket, és most egy ilyen könyvet fogok kiadni róla, mert sokan írnak, és olyan megható levelek jönnek, hogy sajnos néha elérzékenyül. Például egyet hadd olvassak fel egy pár sót. Bogyai Máriára két idézet jut eszembe, és a két idézet elegendő és volna jellemezni. Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. A bogyai család jelmondata ez. Másik. Hiszen Isten féltékenység lelkét, hanem az erő, szeretet és a józanság leckét adta nekünk. Úgyhogy ő, amikor anyám minden évvel kijött Kanadába, ő nem velünk jött a Niagara Falls-ra, vagy a Ezer-szigetekre, hanem ment ilyen csoportokat nézni, hogy ne ezek a szerencsétlen fogyatékos gyerekek legyenek bevagunerozva nagy helyekre, hanem Kanadában már régen van ilyen csoportház, ahol 8 ilyen fogyatékos van egy felügyelővel, és azok járnak vásárolni, megveszik a mindennapi ételt, és stb. És van életük, nem úgy, mint volt egy fogyatékos gyerek, akit hát a intézet kötelezett arra, hogy még a cipőjét se fűzze be, mert így ki volt jelentve, hogy tehetetlen magában. Úgyhogy a Marika saját felelősségére kivitte, és hát egy nagyon rendes ember faragott, hogy megnősült, és stb. Azon kívül a vallásának sem fordított hátat, ő alakította a
Hit és Élet Alapítványt, a Bárka Alapítványt, amit a Franciaországban szerzett, és hát amikor ezt a könyvecskét kiadom, ha valakit érdekelné, akkor itt, ha itt hagyják a nevüket, címüket, akkor én nagyon szívesen elküldöm. Jó magamról még csak talán annyit, hogy én nekem még rosszabb helyzetem volt, mint a nővéremnek. A nővérem legalább el tudta végezni a gimnáziumot. Az általános iskola után jött kiadni a papírokat, hogy ki hova akar jelentkezni, és én nem kaptam. És mondom, hogy hát én nem kaptam jelent. Szóval magának nem is kell, magán iparú tanulnak se fogják fölvenni. Segélymunkához meg nem kell. És hát ugye 14 éves koromban sírva hazamentem, és hát anyám azt mondta, majd megoldjuk. És Porpáci Aladár, aki évfolyam társa volt anyámnak, a Fertődi Kísérleti Gazdaság igazgatója, írt neki, szóval küld le a fiadat, dolgozzon egész nyáron, és mint munkás, mint betesszük a kollégiumba, az állattenyésztési kollégiumba. Hát ott a Burszki Tibagar, szintén anyámnak egy volt évfolyam társa volt az igazgató, de a pártitkár Posga Imre volt. És amikor a Posga Imre beszélt, hogy hát vigyázzunk, mert közöttünk vannak még kulákok és osztályidegenek, én mindig azt hittem, hogy na most a Imre lóról beszél. És hát kis protekcióval átfejeztettem magam a Vácra és Vácon érettségiztem. Na most én a Posga Imrét nem akarom bántani, mert az Imrében én nagyon jóba vagyok. Az Imre kint volt Torontóban, és egyszer oda mentem az előadás végén hozzá, és mondtam, hogy Imre, vigyázz ebben a társasággal, mert tavaly kihozták a Lósz Károlyt, az idén téged, gondolkozz rá el azon, hogy jövőre kit fognak hozni. És az Imre még emlékezett a becenevemre, ami Elus volt, ugye nem azt szólították Elemér menj, hanem Elus. Emlékezett a becenevemre, és megszorította a kezemet, úgyhogy így kellett széthúzni a ujjaimat, és mondta, hogy köszönöm. És mondom, azóta, amikor csak alkalmam van, én találkozom az Imrével, és semmi problémám egymás között nincs. Ami még, hát szeretnék... Jó. Úgyhogy, hát én 56-ban léptem át a határ, december 17-én, hogy pontos vagyok, és hát akkor már nem volt a ösztöndíja, és hát nagy szerencsével én bekerültem a soproni erdőmenőkő főiskolára, és ott együtt mentünk a szabadság vonattal át Liverpoolba, ott szállásoltak be minket a hajóra, és úgy érkeztünk meg Kanadába. És ez a helytállás, ez nagyon jó volt, hogy emlékeztem rá, tudnék, olyan körülmények között dolgoztunk, öten mentünk fel magyarok, ketten, amikor ránéztek a Gellért Hegyedben, mondjuk egy lankásabb dolog, hogy jól kell fölcsibelni csigákat és stb. Azt mondták, hogy ők akkor inkább hazamennek Magyarországba, de ezt nem csinálják. Az egyik az ott maradt két hétig, hogy legalább a repülőköltséget, mert megkövettől kb. 1200 km-re a semmibe volt, és én egy gödi sráccal ott maradtam, és megcsináltuk. Nagyon nehéz volt, de megcsináltuk. És amikor én lejöttem, 1300 dollárba jöttem le, 57-be, ami akkor egy jó Chevrolet-et, új Chevrolet-et lehetett kapni. Úgyhogy a tandíja meg volt, a szobámára meg volt, úgyhogy
amit mondom, hogy helytállás, ami a legfontosabb, bármit csináljon valaki, azt csinálja szívvel, lélekkel és erősen. És ez legyen a Hogyai családnak, a jövő nemzetének is a mondottam, hogy helytállni és nem elfogadni, hogy ez lehetetlen, mert nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Köszönöm. Thank you.